Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek. A Samsung Gear S okosóra, az első széria nem mondható egy nagy design bajnoknak, annyira nem nézett ki jól az az óra, viszont a Gear S2-nél a Samsung rájött, hogy a kerek óraszámlap, a kerek kijelző, a menő is elegáns, és ezt nagyon jól is tették, hisz a Gear S2 tényleg egy nagyon jól kinéző okosóra lett, amit tavaly szeptemberben a Berlin IFA-n egy új szintre emeltek, és bemutatkozott a Gear S3. Kicsit designban máshogy néz ki, nagy különbségek nincsenek, viszont hardwareben erősebb lett, és akkumulátorban is combosabb, valamint plusz funkciókkal is ellátták az új szériát. De hogy mit is kell róla tudni egészen konkrétan, azt ebben a videóban fogom nektek részletezni. Lássuk hát, hogy mit is kell tudni a Samsung Gear S3-ról. Mindenek előtt nézzük meg, hogy mit kell tudni design szempontjából az új Gear S3-ról. Ahogy láthatjátok, megmaradt a kerek számlap, a Gear S2-höz híven ezt nagyon jól is tették, viszont azért designban van némi változás. A legnagyobb változás ott látható, hogy picit vastagabb lett a Gear S3 az S2-höz képest, 11,4-ről 12,9 mm-re vastagodott, és 57 g-ot nyom maga az óra. Ennek azért volt oka, hogy ez azért volt szükséges, hogy fent tudják tartani az akkumulátor időt az erősebb hardware mellett, ugyanis tényleg erősebb hardware-t kapott, valamint nagyobb akkumulátort. 250-ről 380 mAh-en növelték a Gear S3 meg az akkumulátorát, ezzel nem csak hogy fenntartották az aksi időt, de azért növelték is. Alul láthatjátok, hogy ez a klasszik modell, ugye készült egy Frontier is a Gear S3-ból, az a kicsit sportosabb változat, egyébként specifikációkban megegyeznek, ergo abban is, hogy 316L-es rozsdamentes acélvázat kaptak, tehát az anyaghasználatra, a minőségre abszolút nem lehet panaszunk, hiszen alapvetően egy drága, prémium okosóráról beszélhetünk. Itt találjuk a pulzusmérőszenzort, valamint itt tudjuk csatlakoztatni a vezeték nélküli töltőjét az órának, amit egyébként USB 2.0-án tudunk áramforráshoz csatlakoztatni. A jobb oldalon ugyanúgy megmaradt a két kezelőgomb, illetve kapunk egy mikrofont is. A másik oldalán pedig a hangszórót találjuk, hogy aktív Bluetooth kapcsolat mellett hanghívások fogadására és egyébként kezdeményezésére is képes az óra. A kijelző minimálisan növekedett, 1,2-ről 1,3 inchre, viszont a képernyőnek a felbontása az maradt 360x360 pixel, ergo a képsűrűség, a képpontsűrűség az csökkent 278 ppi-re, mivel alapvetően tisztes távolságból karunkról nézzük az órát, így a megjelenítési minőség egyáltalán nem romlott, sőt így picit nagyobb is lett a képátló, ergo nagyobb a kijelző, amit nézünk, viszont ha közelről, nagyon közelről nézzük, akkor láthatóak azért a képpontok, de alapvetően nem is számít ez, hiszen karóráról beszélünk, nem az órunkból fogjuk nézni az órát. Ami plusz és fejlődés a Gear S2-höz képest, az maga az üveg, ami ebben a szériában Gorilla Glass SR Plus, amit kifejezetten hordozható eszközökre terveztek, és ennek is köszönhetően, illetve a rozsdamentes háznak is, megkapta a MIR STD-810G katonai szabványt, ergo ütésálló, valami TP68-nak megfelelően por és vízálló. Ez ugye a Gear S2-nél is jelen volt, de a Gear S3-nál is itt van, természetesen ezt nem hagyhatták ki. Pontos megjegyeznem, hogy ezek a szabályok nem azt jelentik, hogy egyből földhöz vághatjuk vagy falhoz verhetjük, valamint egyből mehetünk búvárkodni, hiszen nem ezt jelzik a szabványok, hanem csupán azt, hogyha esetleg elkap minket az eső, akkor nem fog beázni az eszköz, illetve hogyha véletlenül neki koccantjuk valaminek, akkor véletlenül nem fog sérülni. Nézzünk bele a szoftverbe. Maga a szoftver az egy 10OS 2.3.2.1-es verzió, és a legjobb dolog ebben a szoftverben, hogy minden a kerek óraszámlap, a kerek kijelző köré van építve. Ugye egyrészt az óraszámlapok is, de úgy maga az egész szoftver, ahogy láthatjátok, minden körben helyezkedik el, az ikonok is kör alakúak, hogyha belépek egyes funkcióba, akkor a kijelzőnek megfelelően van minden kialakítva, és ez nagyon-nagyon jó használati élmény biztosít. Na meg persze a Gear S2-től megörökölte a szintén rozsdamentes acél koronát kijelző körül, ami tényleg megkönnyíti a használatát az órának, hiszen nem kell ujjunkkal félkijelzőt letakarva söprögetni, hanem egyszerűen tekerjük a koronát és tudunk váltogatni gyorsan a funkciók között. Nézzük egy kicsit a szoftvernek a felépítését. Ugye maga a főképernyő, ha lehet így nevezni, az az óraszámlap. Hogyha hosszan rátartok,
akkor bejön a testeszabási menü. Itt tudok válogatni a telepített óraszámlapok közül. Rengeteg félét találunk meg egyébként benne, és ahogy láthatjátok, ezeket is testre tudjuk szabni, aktivizálásra rábökve, tudjuk állítani a színét az óraszámlapnak, tudjuk a tűnek a színét is, valamint, hogy miket jelezzen ki nekünk pluszban az óra. Hogyha szeretnénk egy klasszikus számlapot, akkor természetesen nem muszáj semmit, a lehetőségek tárháza szinte végtelen. Most ez a fehér, ez nem túl szép nekem így, úgyhogy visszaváltok a feketére. De egyébként pedig rengeteg plusz óraszámlap közül is lehet választani. A Galaxy Apps-en belül le lehet tölteni külön third party fejlesztőknek az óraszámlapjait. Ahol láthatjátok, néhány ingyenes, ezek például mind ingyenesek, de vannak fizetősek is, amilyen nagyon-nagyon exkluzívak, de egyébként az ingyenesek között is lehet nagyon-nagyon jókat találni. Hogyha innen balra kezdek el görgetni, akkor az értesítéseket fogom megkapni. Időrendi sorrendben, tehát ami a leginkább úgymond így jobb oldalon van, vagy az első, az a legfrissebb, és utána jönnek ugye, kronológiai sorrendben. Itt például mutatja az alvási adataimat, amit összesített. Ezt ugye meg tudom nézni itt is, illetve az S-Shout applikáción keresztül, hogyha szinkronizálja az okostelefonnal, valamint én most kaptam egy e-mailt, egy sajtóközleményt, amit el is tudok teljesen olvasni, vagy az opciókon belül, ugye láthatjátok, hogy milyen lehetőségeim vannak, archiválhatom, törölhetem, válaszolhatok rá, megnézhetem a telefonon, blokkolhatom a Gmail appot, és törölhetem az értesítést. Ugyanezek az opciók elérhetők a többi alkalmazáshoz is, tehát Messengerhez, Facebookhoz, üzenethez, ezekhez mind, és nézzük a válaszadási lehetőségeket. Ha vannak gyors válaszadási opciók, ezeket testre tudjuk szabni a Samsung Gear applikáción keresztül, tudunk újakat hozzáadni, vagy a meglévőket törölni, így hogyha van egy egyéni szövegünk, amit általában válaszolni szoktunk, akkor azt ide beadhatjuk, és ezt véletlenül el is küldtem. Hát nem baj, szóval lehet így válaszolni rá. Hogyha innen jobbra kezdek el görgetni, akkor bejönnek ezek az úgynevezett widgetek. Ide a leggyakrabban használt funkciókat tudom kirakni, ami sokkal egyszerűbbé teszi a használatot, hiszen nem kell belépni a menübe, hanem itt rögtön elérhetem a naptárbejegyzéseimet, megnézhetem a pulzusomat, a különböző aktivitásokat láthatom, Spotify-t kirakhatom, világórát, kedvenc névjegyeimet, ébresztés, időjárás, emlékeztető, ezeket, de akár külön alkalmazást indítót is, ha van egy kedvenc appunk, azt kirakhatjuk ide. És ezeknek sorrendjét természetesen az applikáción keresztül, a Gear S-en keresztül testre lehet szabni. Így néz ki maga az óraszámlattól balra, illetve jobbra a menü. Hogyha föntről lehúzom az ujjamat, akkor hozzáférhetünk egyből a zenelejátszóhoz, bekapcsolhatjuk a repülőüzemmódot, a ne zavarjanak módot, testre szabhatjuk, hogy legyen hangja, ne legyen hangja az eszköznek, különböző értesítésekre vagy különböző helyekre be tudjuk állítani a hangerőt, valamint a kijelzőnek a fényerejét is tudjuk állítani, szinte minimálistól egészen 10-ig. Napfényben egyébként is, napsütésben is nagyon jól lehet látni a kijelzőjét. AMOLED kijelzőről beszélünk, tehát tényleg nem rossz a megjelenítési minőség, illetve láthatjuk az akkumulátornak a kapacitását, valamint, hogy Bluetooth kapcsolatban vagyunk. Hogyha éppen kikapcsol a mobilunk, lemerül, vagy kikapcsoljuk a Bluetooth-t, akkor átvált önálló üzemmódba, ekkor szintén méri az adatokat, méri a helyadatokat is, hiszen a Gear S3-nak a legnagyobb újítása a GPS, a beépített GPS. Tehát azt is méri, és hogyha újból kapcsolatba kerül az okostelefonnal, akkor szinkronizálódni fog. Ugye az alsó gomb a menügomb, ha ezt megnyomom, akkor nagyon szépen kör alakba bejönnek a kerek ikonok, itt találjuk az összes applikációt, ami telepítve van az órára. Ugye alapvetően 4 GB belső tárhely található a Gear S3-on. Ide tudunk zenéket is, képeket rakni. Ugye van benne a zenelejátszó. Itt láthatjátok, hogy tudom változtatni a zenelejátszás forrását. Most például az órát nyomtam be, és a hangszórón szól az Over the Horizon. De mondjuk átváltok másik számra,
mert elvileg van egy másik is rajta, de azt most éppen nem látja. De lehet, hogy albumra vagyok leszűkítve is azért. Így van. Akkor például saját számokat is le tudok játszani az órán, de hogyha átváltok a telefonra, akkor nyilván a készüléken fogja nekem lejátszani. Szóval például így működik a zene lejátszó. Ugye említettem, hogy tudunk hívást is fogadni, illetve kezdeményezni, ez lehet akár névjegyzékből kiválasztva, de lehet akár itt a számokat bepötyögve, egy ismeretlen számot is fel tudunk hívni. Hát lényegében az órán keresztül bármit el tudunk intézni, de nyilván sok esetben kényelmesebb, hogyha mobilról csináljuk a dolgokat, válaszolunk e-mailekre és a többi és a többi, de ha csak egy egyszerű gyors üzenetet szeretnénk, akkor azt megtehetjük. Beállításokon belül szintén teljesen testre lehet szabni az egész rendszert, hogy hogyan nézzen ki a gírnek a felülete. Stíluson belül be tudjuk állítani szintén az óraszámlapot, de ugye láthattátok, hogy a számlapon hosszan nyomva szintén ezt behozhatjuk. Itt az Always On Display üzemmód, tehát hogy mindig mutassa nekünk az órát, vagy se. Ugye AMOLED panelről van szó, tehát sokkal többet nem fog fogyasztani, de nyilván fog egy kicsivel többet. Illetve háttér stílusát be tudjuk állítani, a betűtípust, és a betű méretet, hangokat és rezgéseket tudunk, csengőhangot testre tudjuk szabni. És még sorolhatnám, 1001 opciónk van, amit itt elérhetünk, amit kiemelnék, az az energiatakarékos üzemmód. Ugyanis alapvetően egy 380 mAh-es akkumulátor van az órában, amivel 3 napos akkumulátoridőt lehet kisajtolni. Viszont van egy ilyen ultra energiatakarékos mód, ez teljesen szürkárnyalatossá változtatja nekünk az AMOLED panelt, így kevesebbet fog fogyasztani, illetve le is butítja, úgy, hogy funkcionalitásban csak az értesítések kezelése, illetve az üzenetek, telefonhívások fogadására és válaszolási lehetőségére van opciónk, minden mást letilt, illetve teljesítményben is ront rajta, ahogy láthatjátok, már nem olyan gördülékeny maga az animáció. Tehát ezt az üzemmódot nem ajánlom, csak abban az esetben, hogyha tudjuk, hogy sokáig nem fogunk áramforráshoz jutni, és mondjuk szeretnénk fogadni az értesítéseket. Egyébként ez a 3 napos üzemidő, ez teljesen 3 éjszaka is nagyjából 4 nap, de akkor tényleg 100-ról 0-ra lemerítettem. Ez egyébként egy teljesen jó üzemidő, iPhone-nal is használtam, és az Apple Watch-nál mindenféleképpen jobban bírja az aksia. Viszont a töltési idő az nagyjából 2 óra, 2 és negyed óra, tehát az nem olyan rövid, de hát ezzel számolni kell. A töltési idő kicsit hosszú, de alapvetően pedig jól bírja az akkumulátora. Hardveresen sokat fejlődött, 768 MB RAM került bele, valamint Exynos 7270-es kétmagos chipset, 14 nanométerrel készült ez a chipset, és magunként pedig 1 GHz-en működik, Cortex A53 magokról beszélünk. A 4 GB belső tárhely pedig adott, hogy a zenéket és fotókat tudunk rárakni az órára. Mit mér? Mér ugye az alvási szokásainkat, méri a megtett utat, a pulzusunkat méri, valamint GPS is van benne, ahogy említettem, ez a Gear S2-höz képest egy nagy újdonság. Egy szükséges újdonság, ami igazából azért kellett, hogy mondjuk úgy, hogy megérje váltani Gear S2-ről Gear S3-ra. A készülék nélkül elmehetünk futni, és később az S-Shout applikációban meg tudjuk nézni a szinkronizált helyadatokat, hogy mégis merre jártunk. Ami még újdonság a Gear S2-höz képest, az az SR Plus Gorilla Glass üveg, tehát picit jobb védelmet kapott, illetve ugye hardwareben erősebb lett, valamint akkúban kicsit izmosabb, 250 mAh-ről azért 380-ra növelni egy órának a kapacitását, azért nem egy rossz dolog, és ténylegesen jobban is bírja üzemideileg, mint a Gear S2. A véleményem az óráról az, hogy aki szereti az ilyen kütyüket, annak mindenféleképpen tudom ajánlani, hiszen egy tényleg gyors és jól használható óráról van szó. A rendszer a kerek óraszámlap köré építve nagyon-nagyon jól használható és gyors. Hívásokat tudunk fogadni, mindent mér az ég világon, barométer is van benne, így a magasságot, illetve a légnyomást is tudja mutatni. Tehát tényleg mindent mér, és sok esetben azért megegyszerűsíti az üzenetekre, az e-mailekre való válaszadást. De a másik oldal pedig az, hogy ez egy 130 000 forintos okosóra. Ezzel elárultam, hogy mennyibe kerül. A Gear S3 Classic és a Frontier is nagyjából ennyibe fog kerülni Magyarországon. Már rendelhető egyébként több beáruházban is. De hogy ez még mindig egy ilyen
egy ilyen szükségtelen jó. Tehát nagyon szép, nagyon jó, tényleg jól működik és elegáns, viszont ennyi pénzért már egy felső kategóriás, elégítős okostelefont lehet kapni. Így én azt mondanám, hogy annyira nem éri meg az árát, szerintem, de aki pedig egy elegáns és okos funkciókkal megáldott órát szeretne vásárolni, mondjuk androidos mobiljához, annak nagyon nagy szívvel tudom ajánlani a GR3-at, mert egy tényleg jó és jól használható okosóráról beszélünk. Nemrég bejelentette a Samsung, hogy kompatibilis iOS-szel is a Gear S3, a Gear S2 és a Gear Fit 2. Dedikált applikációt kapott az App Store-ban az iPhone, tehát működik vele. Viszont ott limitált funkcionalitással működik. Ezt a limitált funkcionalitást megnézhetitek egy korábbi videónkban, kattintsatok az infogombra. De még mielőtt befejezném, azért megmutatom nektek Samsung Gear applikációt, ami ugye az Androidon érhető el. Mégis hogyan néz ki a felülete. Ugye láthatjátok, hogy az S3 van hozzá csatlakoztatva, és itt mutatja a főbb információkat az óráról. Kicsit leveszem a fényerőt, hogy jobban lássátok. Láthatjuk az akkumulátornak a kapacitását, hogy nagyjából mennyi üzemidő van még hátra, a tárhelyet, illetve a RAM-ot, hogy mennyi szabad területünk maradt, illetve ajánlott óraszámlapokat, ajánlott applikációkat láthatunk még itt, valamint meg tudjuk itt nyitni az SRT-et, ahol ugye mozgási adatainkat összesíti. És a beállításokon belül konkrétan mindent ugyanúgy testre tudunk szabni viszonylag kényelmesebben, mint amit az órán, tehát be tudjuk állítani az óraszámlapokat, le tudunk tölteni újakat. Itt láthatjátok már a telepítetteket. Aztán az értesítéseket testre tudom szabni, hogy mit szeretnék kapni, hogyan jelenjenek meg az értesítések, az applikációk sorrendjét és mi volt, hát tudom testre szabni. Aztán tartalom küldése gírre, itt ugye fotókat, illetve zeneszámokat tudok szinkronizálni az órára. Segélykérést is be tudunk állítani, hogyha az alsó gombot háromszor megnyomjuk, akkor be tudunk állítani segélykérő üzenet címzetteket, hogyha valamilyen vészhelyzet van, akkor egy adott üzenetet elküld a kijelölt kontaktoknak. Ez egy nagyon fontos dolog, sose lehet tudni, hogy mi történik velünk. Ugyanúgy meg tudjuk keresni a Gear-t az okostelefonról, ahogy az okostelefonról az órát. Láthatjuk, hogy Bluetooth-on keresztül van csatlakoztatva, de egyébként Wi-Fi képes is a Gear S3, és hát a névügyen keresztül meg tudjuk nézni, hogy hogyan állunk szoftverben, ugye manuálisan is tudjuk a szoftver frissítést intézni, de hát ugye 2.3.2.1-es verzió a legfrissebb, ami rajta van, úgyhogy ezt nem is nagyon tudjuk frissíteni, és a Samsung Galaxy Apps-on belül pedig mindent olyan plusz le tudunk tölteni a Gear S-re, amire úgy gondoljuk, hogy szükségünk van. Lehet akár ez egy flashlight, ilyenkor ugye a kijelzőnek a fényerejét maxra veszi és fehér képet ad, hogy mondjuk lássunk is valamit a sötétben az óránk segítségével, de akár egyedi számlapokat is le tudunk tölteni. Úgyhogy nagyjából itt is tényleg teljesen testre tudjuk szabni az órának a működését, itt azért nyilván kényelmesebb, mint az órán pötyögve, de nagyjából ezt kell tudni így a Gear-es applikációról Androidon. És nagyjából végéhez is értem a teszthez. Én nagyon-nagyon elégedett voltam vele, üzemideileg is, meg úgy használati élményben is. Nekem nagyon tetszett, viszont én azt mondanám, hogy annyira nem éri meg az árát, hiszen mondom, ennyi pénzért már egy rendes felső kategóriás okostelefont lehet kapni, de akinek tetszik, és nem sajnálja rá a pénzt, annak teljes szívből tudom ajánlani. Ennyit szerettem volna tehát a Samsung Gear S3 Classicról beszélni nektek, remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, mindenféleképp nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornánkra, ha még nem tetted, ha nem tetszett, nyugodtan nyomd a dislike-ot, ha pedig kérdésed van, nyugodtan tedd fel kommentben. Én Laci voltam, köszönöm, hogy megnéztétek, találkozunk a legközelebbi videóban, sziasztok!